Az ifjúsági Európa-bajnokságot nyert női kézilabda válogatottban 10 neka játékos szerepelt, köztük volt Viktória, aki a kontinens viadal minden pillanatára örömmel emlékszik vissza. Munkanélkül ezt nem lehet végigcsinálni, tehát ez az a 4 hetes felkészülés, ez nagyon kemény volt, volt közben felmérésünk is, de azért volt idő szórakozni, volt csapat összetartásunk a Balatonban is, minden szuper volt. Mi ugyanattól az edzőtől kapjuk a taktikai elemeket egész évben, és úgy gondolom, hogy a többieknek nagyon sok munkája volt abban, hogy egy kicsit változatosabb legyen a játékunk. Na, a közösségünk nagyon jó volt, igazi csapattá váltunk a felkészülés és az EB alatt. A tornán minden mérkőzését megnyerte az ifjabb Kis Szilárd által irányított magyar csapat, és Viki is remekül játszott. A szakemberek szerint különösen a védekezésben nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A dánok ellen ott azért volt egy kisebb, nagyobb megingásunk, de szerintem azon is túl tudtunk lépni. Úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozott ahhoz, hogy 2 nappal később a döntőt biztosabban tudtuk megnyerni. Védekezésben nagy feladatot kaptam, vagy nagyobb részem volt. Úgy gondolom, hogy azt tudtam teljesíteni, tehát tudtam irányítani a többieket védekezésben és támadásban is. Amit jobb lövőben meg tudtam oldani, azt megoldottam. Vikit válsérülés hátráltatta az elmúlt szezonban, és vékony testalkata miatt sem volt egyszerű dolga az erősebb ellenfelekkel szemben. Sokkal többet kell elővételeznem a többiek mozgását, és nézni, hogy ki mit csinál, és sokkal többet videózok úgy személy szerint. De amúgy egész jól, meg dinamikával lehet nagyon sokat nyerni. Az izmaimmal olyasmi gond volt, hogy nem működtek rendesen, ezt már nagyjából helyre tettük. Fél évet hagytam így ki összesen így játék nélkül vele. Az nehéz volt, nagyon nehéz volt ez az időszak, de hál' Isten túl vagyok rajta. Viki igazi sportos családból származik, édesapja dr. Vod Péter, a NEKA egyik edzője, így otthonról is sok támogatást kap. Anyukám is NB1-es kosaras volt, ő is nagyon sokat tud segíteni, tehát mindent megkapok otthonról ilyen szempontból. Apával rendszeresen beszélünk arról, mit lehetne, hogyan lehetne másképp, mit lehetne jobban csinálni. Vége van a mesnek, hát hülyéskedünk. Össze-vissza, mint egy normális apuka egyébként, tehát ezt nagyon sokan nehezen tudják elképzelni, hogy ő amúgy nem csak edző, tehát ez nagyon fura mások számára, de tehát eszméletlen jó fej. Mindig tudják, hogy mire van szükségem, ha esetleg nem, akkor azt meg lerendezem magamban. A bajnokság elkezdődött, és a NEKA női csapata az NB1B megnyerését tűzte ki célul. Fel szeretnénk jutni, a lehetőségek szerint mindent megteszünk azért, hogy ez sikerüljön. Fiatal csapat vagyunk, a nagy része az 2002-es, de úgy gondolom, hogy jó erőben vagyunk, a fizikai állapotunk is megfelelő, és szerintem, ha jól dolgozunk, akkor megvalósulhat ez az álom.